Képzeljétek el, minden ember, például ti most itt csücsöltök a teremben, 16-szor vesztek 1 perc alatt levegőt. Nagyon fontos, hogy az jó minőségű és tiszta levegő legyen. A Reményi Kiskola második osztályosainak magyarázták el a Vas megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársai, miért fontos a szemetet szelektíven gyűjteni, ahelyett, hogy a kandallóban vagy a kazánban elégetnénk. Sajnos Magyarországon nagyon sok tűzeset alakul ki abból kifolyólag, hogy az emberek háztartási hulladékot égetnek el. Ebből kifolyólag kéménytüzek, lakástüzek keletkezhetnek, és ez nagyon sok gondot okoz itt Magyarországon. A PET-palackok, a teljes dobozok, mosószeres flakonok vagy nejlonzacskók elégve, amellett, hogy jelentősen szennyezik a levegőt, még lakástüzet is eredményezhetnek. Erről is hallhattak a gyerekek. Mert a kébényben korom képződik és felgyullad, és a tető égni kezd. Sárga zsákba kell gyűjteni őket, mert szennyezik a levegőt, és az nem jó az embernek, mert kipusztulnak a fák tőle, és akkor nem lesz oxigén. A háztartásban keletkezett hulladék nagy része újrahasznosítható, ezért is fontos a szelektív gyűjtés. A környezet védelmét és az otthon biztonságát szolgáló kampány keretében a vasi katasztrófavédők több iskolát is felkeresnek. A gyerekek a hasznos információkon kívül apró ajándékokat is kaptak a szakemberektől.